Hello, hello, sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket. A mai témánk, mit mondhatsz, ha nem érted, hogy mit mondanak neked angolul? Ez egy gyakori élethelyzet, úgy gondolom. És a múlt heti téma folytatása, ez a mai videó, ez a mai élő, amiben gyakorlatilag gyakorlatban meg fogjuk nézni azt, amivel múlt héten foglalkoztunk. Ugye az előző videóban vissza tudod nézni akár a csatornámon, szó volt arról, hogy milyen okai lehetnek annak, hogy nem érted, ha valamit neked mondanak illetve milyen megoldási javaslatok vannak akár a részemről, de ugye akár a te belső érzeteid alapján is dolgozhatsz, de egy biztos, hogyha ha gyakran előfordul veled az, hogy nem érted, amit neked mondanak, akkor, akkor nagyon fontos, hogy foglalkozzál ezzel a témával, és a mai témában gyakorlatilag olyan panel mondatokat hoztam nektek, amelyek egy kisebb túlélő készletet adhatnak nektek. Nagyon gyakran az ember leblokkol, ugye olyankor, amikor valaki valamit mond nekünk, nem tudom, és hirtelen nem tudod összerakni a fejedben, nem, nem jön át az üzenet, hogy mit is mondott neked, és nagyon fontos, hogy, hogy ne hallgassunk olyankor, hanem valamit reagáljunk. Na most, mivel sokféle szinten vagytok itt, akik ezeket a videókat nézik, akár élőben, akár utólag, ezért nagyon fontosnak tartottam azt, hogy úgy próbáljam nektek ezeket a panel mondatokat átadni, hogy különböző kategóriákat állítottam fel. Tehát az első részben ilyen nagyon rövid, nagyon egyszerű, nagyon frappáns panel mondatokat adnék a kezdőknek, akik lehet, hogy még ilyen hosszabb mondatokat nehezebben tudnak magukévá tenni aztán a következő részben már, már komplet mondatokkal dolgozunk, és a végén lesz benne egy-két olyan csavar, ami az igazi segédlet tud lenni abban, hogy ne akadjunk el ilyenkor a kommunikációban kiknek szóltát akkor ez a mai élő? Hát egyértelműen azoknak, akik szeretnének fejlődni ezen a téren, mert mondjuk előfordul velük az, hogy, hogy, hogy bizonyos szitukban nem értik, amit nekik mondanak, és akik szeretnének gyakorlati példákat kapni, akár úgy, hogy ezeket begyakorolják először magukban, vagy éles helyzetben, bedobják ezeket a, ezeket a frázisokat, mondatokat, és azt gondolom, hogy ha nem is sikerül elsőre úgy reagálnod egy ilyen éles helyzetben, amikor lefagysz, mint ahogy szeretnéd, nem baj, arra törekedj, hogy legközelebb próbálj még ügyesebb lenni. Tehát sosem az a kudarc, hogyha valami nem sikerül, hanem az, hogyha utána nem próbáljuk meg újra. Jó, úgyhogy erre szeretnélek titeket biztatni, hogy mindenképpen használjátok majd azokat a mondatokat, amiket hozok mára, tehát ültessétek gyakorlatba, hiszen, hiszen csak is akkor fog ez az egész működni gyakorlatban. Na akkor csapjunk bele, és még egy mondat, hogy bátran kérdezzetek az élő alatt, akik itt élőben nézták, hogyha van olyan ötletetek pluszban, amit a diákon nem láttok, és ti nektek bevált, mint egy ilyen mondat, akkor azt, azt, azt nyugodtan írjátok itt meg, a többieknek is segíthet, valamint ha van idevágó kérdésetek, akkor, akkor arra is szívesen válaszolok, legjobb tudásom szerint, jó? Na kezdjünk akkor a, a könnyebb, egyszerűbb, frappánsabb reakciókkal. Ezek, ezek tényleg nem egész mondatok feltétlenül, hanem, hanem sokszor csak ilyen kis kis szösszenetek, persze vannak benne mondatok is, de rövidek. És azt gondolom, hogy kezdőként, aki ugye az elején van a nyelvtanulásban, neki elég stressz az, hogy ugye megpróbálja magából kihozni a legtöbbet, nem mindenki stresszelős típus amúgy, halleluja. És akkor, ha más nem, akkor ilyenkor érdemes a rövidebb mondatokat bedobni. Van az az eset, amikor, amikor úgy gondolod, hogy halk volt az, amit hallottál, vagy, vagy esetleg nem vagy benne biztos, hogy jól értetted, amit hallottál, tehát nem az az eset állt hogy abszolút semmit nem értettél, hanem ez a kettő, akkor javaslom az olyan típusú mondatokat, mint say it again, please, mondd el kérlek újra, ugye? Hogyha te semmit nem értettél, tényleg egy szót sem abból, amit neked mondtak, akkor ez a mondat nem biztos, hogy fog neked segíteni, mint ahogy a repeat it please sem, ismételd el, kérlek, mert lehet, hogy ugyanúgy elmondja a másik, és, és Totál érthetetlen lesz ugyanúgy, mert lehet, hogy túl gyorsan mondta, vagy tele van olyan szavakkal, kifejezésekkel, amelyeket nem ismertél, és akkor neked nem ezek a bevált mondatok, hanem majd itt az utolsó, what do you mean lesz, ami, ami neked segíteni fog. Tehát, még egyszer, hogyha valaki túl halk volt, vagy, vagy tényleg csak egy-egy szót nem hallottál ki abból, amit mondtak is így kezdőként, valami rövidet akarsz mondani, akkor ezeket javaslom. Say it again, please. Mondd el, kérlek, újra. De használhatod egyszerűen visszakérdezésként azt is, hogy sorry, pardon, ez a tessék, egy picit possabb, tehát ilyen uh, szebben hangzik, uh, illetve flancosabb, uh, brittesebb is. Amúgy azt mondja, hogy I beg your pardon, tehát I beg your pardon ez a hosszabb verziója, tehát tessék, hogy mondta, jó, ezeket magázódó, tegeződő formában akár magyarul akarod kifejezni, tehát amikor a fejedbe azt születik meg, hogy hogy mondta, akkor is ugyanígy fogod az angolban azt használni, hiszen tudod, hogy nincsen magázódás az angolban. Használhatod arra, hogy valamit elismételtes, ilyen kis rövid frázisként ezeket a mondatocskákat is, hogy once again please, vagy one more time, please. Ugye, mind a kettő azt jelenti, hogy még egyszer kérlek, és hogy ott van az a jól bevált repeat it, please. Na most, mivel látjátok, ezek a mondatok, ezek az első pár, ami ugye a, nem hallottam rendesen, vagy egy-egy szóban nem vagyok biztos, az elismételtetésre szolgálnak, mindegyik felszólító módban raktam őket, tehát mindegyik felszólító módban van, és ezért javallott, hogy ezt a please a végére tegyük oda, jó? Mert ha már lespóroljuk a kérdésfeltevést, az udvarias kérdésfeltevést, akkor minimum egy please-t használjunk, jó? Ezek tényleg azért nagyon egyszerűek, mert nem kell rajtuk sokat gondolkodni, rövidek, hogy is van a szórend, stb. Tehát ezek úgy mindig beválnak. De ott az az utolsó mondat, ami valójában négy szó, az sem hosszú, what do you mean, ami azért nagyon-nagyon jó és ügyes mondat, kezdőként is tanuljátok meg, jegyezzétek meg, használjátok, gyakoroljátok ezt a mondatot, mert ez az a mondat, amit akkor dobjál be, amikor Totál semmit nem értettél abból, amit, amit neked mondtak. Vagy esetleg zavart vagy a jelentéssel kapcsolatban, tehát hogy ugye a nagy egész nem állt össze. És igen, Tamás írott, hogy kamigen, erről mindjárt lesz szó, a következő, azt hiszem, a következő dián rajta lesz. Úgyhogy ez a what do you mean szó szerint, ugye mire gondolsz, mit értesz ez alatt, ez a szó szerinti jelentése, mire gondolsz, ez arra is jó, hogy egy kicsit rákényszerítsd a beszéd partneredet arra, hogy kifejtse, hogy mire is gondol. Tehát arra szuper. Írod hogy az egyéni szókincsfejlesztő órákra hogyan lehet nálunk jelentkezni, dobsz egy e-mailt, és, és megírod, hogy szeretnél jelentkezni, jó, és akkor, akkor küldök neked választ. Igen, Tamás kérdezi, hogy ezt mennyire használják, nem tudod, abszolút használják, slang. Slang, és akkor viszem is át a következő diára, ami, ami még, még, még nem, nem, -e, nem, ezen a dián lesz, de mindjárt odaírunk Tamás, és akkor válaszolok, jó? ezek is még mindig ilyen egyszerű frázisok, egyszerű, könnyen bedobható félmondatok, vagy, vagy akár mondatocskák is. Itt van rögtön az első, ami egyértelmű, hogy arra szolgál, hogyha valaki túl gyorsan mondta, amit mondott. Én is, amikor Hát nagy ritkán románul felhívnak, és fel kell vegyem. Ez az első mondat, amit benyögök románul, az én nem túl nagy tudásommal, de, de már nem adnának el románul, hogy, hogy, hogy nyilván a román verzióját, hogy, hogy lassan kérem, vagy lassabban. Most itt a lassan kérlek, slowly please, ha lassabban, akkor more slowly please. Látjátok, ez is ilyen nagyon-nagyon egyszerű. Ha ezt oda mondod, tehát, hogy ezt az egyszerű frázist elismétled, vagy elmondod, akkor tudják, hogy úha, itt, itt nagy, nagy, baj van, mert, mert túl gyorsan beszélt az illető, és, és nem ment át az üzenet számodra. És ezzel le tudod őt lassítani hogyha azt érzed, hogy nagyon-nagyon bonyolultan fejezi ki magát, és nem tudom milyen vad szókincsel beszél, akkor ott, vannak, ott, van ez a simply please. Látjátok, ez sem teljes udvarias mondat, csak ennyit mondok, hogy simply please, hogyha te ezt normális, szép, kedves hangnemmel mondod, és oda teszed a please-t, akkor abból át fog jönni, hogy, hogy te kéred az ő segítségét, mert nem egyértelmű, hogy mit mondtak neked. Én nagyon sokszor használom amúgy azt is, például a, 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 román nyelvtanulás alatt is, amikor az elején elkezdtem, hogy, hogy gyorsan elmondtam, nyilván most nem románul fogom nektek mondani, mert ez nem román leckeit, hogy, hogy én kezdő vagyok, tudnám mondani lassabban, vagy mondja lassabban, kérem. És ez azért nagyon jó, hogy elmondod, hogy I'm a beginner, mert, mert ebből fogja tudni, hogy ne feltételezze az, hogy te anyanyelvi szinten használod már a nyelvet, mert még nem, de szeretnél vele kommunikálni. Tehát ezt is, ez is egy nagyon jó panel mondatocska ott a zsebünkben. I'm a beginner. Say it slowly, please. Kezdő vagyok, mondd kérlek lassan. Aztán van még itt egy másik rövid mondat, ez meg picit hosszabb, látjátok, de ez is nagyon sokat segít, hogy megértesd azt a beszéd partnereddel, hogy te nem tudtad őt követni. Ugye, I can't follow you, sorry. Ugye, nem tudlak sajnos követni. Mikor elmondod ezt a mondatot, mi történik, lesik a másiknak, hogy hopp, elszállt a, nem tudom, a gyorsasággal, a szókincsel, a gondolatmenetével, és akkor összefogja neked valószínű foglalni a lényeget. Vagy, vagy újra kezdi, de más tónussal, akár más sebességgel, jó? Tehát ez is egy szuper mondat arra, I can't follow you, sorry. Ugye amerikaiak a can't nek ejtik britek can't-nak, ami, ami nagyon sokat segít. Na és akkor itt jön most az a következő Esett, amikor azt mondom, hogy nézzünk egy pár olyan rövid frappáns reakciót is, amik nagyon köznyelviek, viszont sokszor túlzottan köznyelvi, azaz túlzottan ilyen kicsit túlzottan laza stílus, az a slang. Nyilván a slanget, mint stílus nem mindenkivel engedhetjük meg magunknak. Tudjuk azt, hogy ugye egy amerikai sokkal több Hát nyilván itt is korosztálytól függ, hogy, hogy több használ, de például egy idősebb brit az, az, az kevesebbet, bár ez is ugye regionális tud lenni, tehát a régiótól is függ. Itt, itt, a leggyakoribb olyan szlenges frázist összeszedtem, amit lehet hallani, tehát ezeket te is fogod hallani, és igen, Tamás, gyakori, gyakori, abszolút. Itt van akkor ez, amit Tamás írta az utolsó, hogy come again, ami kvázi nagyjából ennek feleltethető meg, hogy még egyszer, mond még egyszer, de például a, a britek használják úgyis is, hogy you what? Uh, ugye, hogyha magába mondasz you what, hát ez elég rude, tehát elég udvariatlan, hogy mi? Ugye magyarul is valamit mondasz, és visszamond, visszamondod, hogy mi van, mi? Az, az elég durva. Na most, uh, hát ez a you what, ez hasonló, és... Uh, és hát nyilván vannak olyan emberek, akikkel ezt megengedhetjük magunknak. Lehet, hogy ez egy családtag, nem tudom, egy, egy nagyon jó barát, akivel nagyon közeli viszonyba vagy, de ismeretlenekkel azért ne használd. Az amerikai megfelelője ennek, ami szlengesebb, az a say what, hogy mondtad, mit mondasz. Jó, tehát ez a hogy mondtad is. És akkor én nagyon szeretem ezt a don't get it, ami eredetileg I don't get it csak sokszor lehagyják már az ájt is a mondatból, ezt ellipszisnek hívjuk, tehát, hogy nem vágom. Ugye, magyarul is ez, hogy nem vágom, ugye nem fizikailag vágod, hanem nem értem, az magyarul is slang, ugye? Tehát egy ilyen laza, laza kifejezés annak, hogy nem értem. I don't get it. Vagy don't get it. Jó? Tehát ezt is nyugodtan használhatod. És akkor írod is, Tamás, hogy say a játékokban szoktad hallani, így van, így van. Úgyhogy ezek gyakoriak. A slang alapvetően változik régióról, régióra, időszakról, időszakra. ez egy, ez egy ez a jellegzetesség a lengnek, hogy azért találják ki egy bizonyos területen, hogy csak ők egymást értsék meg, és aki, aki nem oda valósi, az ne értse őt meg, vagy őket meg, és azért van az, hogy a slang gyorsan változik. Tehát ez, a, ez, az érdekes tudni valója. Na, tehát ezek voltak azok, amik ilyen nagyon, nagyon lazák, nagyon rövidek, tehát hogy hogy haladóként is használhatjátok ezeket, nem csak kezdők, csak csak mivel rövidebbek, talán könnyebb megtanulni egy kezdő nyelvtanulónak. Na nézzük meg akkor, hogyha neked van igényed arra, hogy, hogy udvariasabban fejezd ki, és kényszer is rá a beszédpartneredet arra, hogy akkor itt történjen valami, mert nem értetted meg, akkor miket mondhatsz? Jó, ezek mind olyan panel mondatok, amiknek végtelen száma lehet. Én most összeszedtem nektek egy jó párat, ami tipikus de nem a teljesség erejével. Tehát, hogy itt még lehetne sokat-sokat összeszedni. Közben szeretnélek titeket arra biztatni, hogy írjatok olyan mondatokat, vagy félmondatokat, amiket ti használtatok már, és nektek bejött, arra, hogy visszakérdezzetek, vagy, vagy jelezzétek a, a beszéd partnereteknek, hogy, hogy nem értettétek meg, amit, amit nektek mondtak, vagy, vagy hogy rákényszerítsétek arra, hogy, hogy valami történjen, mert hogy nem tudtok tovább lépni. Na nézzük akkor először azokat, amik mondatbeli formái annak, amikor valakit rá szeretné kényszeríteni, hogy megismételje, amit mondott. Ugye, mikor használom ezt? Főleg akkor, ha halk volt, vagy egy-egy vagy szót csúsztatott el, amit nem értettél meg, olyankor, olyankor segít, de nem a, nem a, teljes kép az, ami bizonytalan számodra. Például mondhatod azt, hogy Sorry, I didn't understand what you said. Could you say it again? Tehát, bocsi, nem értettem meg, amit mondtál, elmondanád újra? Itt a can-kőd bármelyik használható. Ugyanez a can you repeat it please, ezt már ismeritek. El tudnád ismételni, kérlek. Csak ugye nem azt mondom, hogy repeat it please, hanem udvariasan can you repeat it please, vagy... Can you say it more slowly, please? Hogyha nem csak azt akarod mondani, hogy slowly, please, hanem tudnád ezt lassabban mondani? Can you say it more slowly? Ha pedig tudnád ezt egyszerűbben mondani, itt megint a can, could, bármelyik használható, could you say it more simply, please? Ugye, egyszerűbben. Ide írtam ezt az I didn't catch that, would you mind saying it slower? Ugye nem értettem, nem kaptam el, ugye? Szó szerint, nem követ, nem kaptam el, ugye szó szerint így mondja az angol, nem értettem azt, elmondanád lassabban, ugye? Na Tamás írja, hogy didn't catch that, igen, ez ismerős, így van. És ez amúgy a nyelvnek a specifikuma, hogy ma már a lazább beszédben nagyon sokszor tényleg annyira lelazul ez az angol nyelv, hogy még a személyes névmást is kidobják, és jól írta Tamás, hogy úgyis ok, és nyilván nem az üzleti levelezésről beszélünk most, hanem a laza köznyelvi valódi angolról, hogy kihagyod az ájt, és csak annyit mondasz, hogy didn't catch that. Abszolút, abszolút tök jó. Írja Tamás, hogy: Sorry, I didn't understand you exactly. Would you repeat it? Tökéletes, nagyon szép, udvarias mondat. Benne van az, ugye, hogy nem értettelek meg pontosan. Elismételni, de kérlek, szép, udvarias forma. Többiek, nektek milyen bevált mondataitok vannak arra, hogy, hogy egy ilyen élethelyzetben akkor, akkor jelezdétek, hogy nem jött át az üzenet, illetve Mit szoktatok ilyenkor mondani? Van-e már bevált mondatotok? Nagyon-nagyon örülök, ha megírjátok. És akkor közben mutatom a következőt, mert én azt gondolom, hogy a, a legutolsó fokozat az az, amikor nem csak azt jelzem a, a beszédpartnerem felé szépen udvariasan, hogy bocsi, nem értettem meg, amit mondtál, hanem, hanem nem arra kérem, hogy mondj el lassabban, mondj el egyszerűbben, vagy nem tudom, mondja el uh, ugyanazt, ugye? Hanem arra kérem, hogy átfogalmazza, hogy elmagyarázza, hogy kifejtse, vagy újra átfogalmazza, ez a jó szó, hogy átfogalmazza azt amit, azt, amit próbált mondani, mert rajtad lehet, hogy nem fog segíteni, a szókincs hiány fog meg, az, hogyha azt kéred, hogy mondj el lassabban, vagy mondj el ugyanazt. És akkor lehet, hogy kétszer-háromszor elismételted, egy repeat it please, ugyanúgy elmondja, nem érted. Repeat it please, elmondja, ugyanúgy nem érted. Repeat it please, és ez már ugye ciki, vagy olyan furán jön ki, Végül is semmi sem ciki alapvetően, a függ, hogy te hogy éled meg, mik az érzelmi reakcióid erre. De hogy, hogy ilyenkor, tudjátok, az az eset van, hogy ne ugyanazt csináld ezerszer, hanem csináld máshogy. És ezért fontos, hogy akkor ilyenkor használjunk olyan mondatokat, mint I'm not sure what you have just said, ugye ebbe benne van, hogy hát nem vagyok benne biztos, hogy mit is mondtál, és akkor ott a másik mondatban, Can you explain it, please? El tudnád magyarázni, kérlek, ugye? Ebben benne van az, hogy kérem a másikat, hogy fejtse már akkor ki, ugye? Vagy egy másik. I'm sorry. Ugye, I don't get it, nem értem. Ugye, nem vágom, amit mondasz. Ugye, itt benne van, hogy nem értette meg. Can you say differently? Tudnád ezt máshogy mondani, ugye? Így is el lehet ezt mondani, így is kérheted, hogy, hogy újra fogalmazza. Vagy itt van ez. I'm sorry, but it's not clear to me. Could you rephrase it, please? Yeah, I'm sorry, but it's not clear to me. Azt jelenti, ugye, hogy sajnálom, de ez nekem nem tiszta. Nem fizikailag tiszta, mert az a clean, hanem clear, az az érthető tiszta. Nem érthető. Rephrase, ez a fő igény. Újra fogalmazni, átfogalmazni. Tehát át tudnád fogalmazni, kérlek? És akkor van itt még egy, I'm confused, ugye összezavarodtam, ugye ezt sokszor használjuk, amikor ilyen puzzled, tehát nem tudod, hogy mit is mondott a másik, mert teljesen elvesztetted akár a fonalat. Help me, please! Tehát ebből help me, nagyon egyszerű bennem az, hogy segíts, kikérlek, ugye? És ebből a másik fogja tudni, hogy oké, okay, mondja máshogy. Mind a négy mondatban az a közös, ugyanúgy, mint az elején a what do you mean-ben, egy picit arra kényszeríted, vagy kéred meg a másikat, hogy segítsen, fogalmazzát, mondja el máshogy. És nem arra, hogy ugyanazt ötször, mint egy papagáj elmondja, mert nem biztos, hogy az rajtad segít. Jó? Tehát én azokat a mondatokat nem biztos, hogy minden helyzetben használnám. Na most van -e ezek között olyan, amit még soha nem használtatok, de most nagyon-nagyon megtetszett, beleszerettetek. Melyik a kedvencetek eddig? Jó, írjátok már meg, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. És közben olvasom Tamásnak a kommentjét. Van egy lengyel ismerősöm, na vele sokszor élmény beszélni, főleg, amikor nem értjük egymást, hogy ő nem tudja elmondani rendesen, vagy hogy én. De azért csak összehozzuk. Így van, Na, ez a kulcs, Tamás, csak összehozzuk, ugye? És itt ez a lényege a kommunikációnknak, nekem belém méget az, amikor jó pár évvel ezelőtt azt mondta nekem a férjem, ő is folyékonyan beszédi az angolt, hogy szerinte az a lényeg, hogy A-ból B-be eljusson az információ, tehát ez a kommunikáció lényege is, hogy ne, ne álljon meg. És tényleg ez a lényege a beszédnek is, meg az értésnek is, hogy ne, ne hallgassunk, ne süssük le a szemünket, mert az nem segít a helyzeten, hanem hogy, ha, ha, nem tökéletesen is, de hogy találjuk fel magunkat, vagy jelezzük a másiknak, mert valószínű nem gondolatolvasó is. Még az is lehet, hogy azt feltételezi, hogy te hozzász voltál, angolul, hogy akkor te, nem tudom, profi vagy már, de még nem, dolgozol rajta, akkor ezt jeleznek, hogy bocsi, ez, ez, nekem nem jött át, mondjuk máshogy, vagy, vagy rákényszeríted. Kinga írja, hogy sorry, I don't understand. Can you repeat it, please? thank you. Uh -huh. te ezt szoktad használni, tudom, nem annyira szép, mint a többi példa, de örülök, hogy legalább ennyi eszembe jut. Igen, ez nagyon-nagyon rendben van, Kinga, hogy ezt használod, és tök jó, hogy van egy panel mondatod, én arra biztatlak csak, hogy legyen egy olyan panel mondatod is, ami nem arról szól, hogy elismételtes, mint amiről az előbb beszéltem, hogy nehogy véletlenül az az eset álljon fenn, amikor a nagy egész egyáltalán nem értetted meg, és hiába ismételteted el kétszer, háromszor vagy akár csak egyszer nem fog átjönni, hogy legyen egy olyan panelmondatod ezek közül is, vagy lehet más is választani nyugodtan, amivel arra kéred meg a másikat, hogy magyarázza el, hogy akkor pontosan mire is gondol, jó? És akkor még mindig van egy pár, amit megmutatnék nektek, hogy, hogy tudjatok egy picit válogatni, ki melyikbe szeret bele, jó? Közben írja... Andrea, szia Andrea, don't get it, help me please, ezt tetszik, ugye? Egyszerű, vagány, köznyelvi, semmi fensiség. tehát, hogy én is szeretem az ilyen egyszerű formulákat, és, és használd, jó? Használd. Erre kérlek, hogyha már így levadáztad, tök jó, használjuk vagy remélem, hogy nem kerültük olyan helyzetbe, de őszintén az élet nem csupa habostorta, a nyelvhasználat is olyan, hogy nincs olyan nyelvtanuló, aki ne tapasztalná meg azt, hogy nem érti, amit neki mondanak. Ilyen nincs. Mindenki átmegy ezen. Na, Iboja, sorry, I'm confused. What do you mean? by this word, ott, ott, hiányzik egy by, jó? Az úgy egybe általában ezt használom, ez tök jó. What do you mean by this word, jó? Ez tök jó. Mit értesz ez alatt a szó alatt, és akkor mondjuk ott, ott megpróbálod ismételni azt a szót. Nagyon jó. Írod Zsuzsi, hogy nekem ez a haladó rész nagyon tetszik, és mostantól használni fogom, de örülök, akkor érdemes volt vele dolgozni, örülök. Tamás, én használtam ezeket a mondatokat, de nem mindig, ahogy itt a példákban van, ahogy jön persze. Igen, Öm, Igazság szerint az, az nagyon jó, hogyha tudjátok egy idő után változatossá tenni a nyelvhasználatokat, nem mindig ugyanazt használni. Persze nagyon jó a komfortzóna, meg, meg mindig ugyanazt. Én például úgy élem az életem, hogy törekszem arra, hogy, hogy fejlődjek tovább, tehát nem mindig csak egyet használjak, hanem lehet azt másféleképpen, akkor miért ne? Próbálgassuk a szárnyainkat. Oké. Okay. Uh, Ignác írja nekem ez a I'm sorry, but it's not clear to me. Tetszik a legjobban, tök jó, örülök, örülök. Na és akkor itt van még egy pár. Mondhatod ezt a hold on, ezt nem csak telefonban használják amúgy arra, hogy várj egy kicsit, tartsd egy kicsit, hanem élő helyzetben is. Hopp, ezzel megállított. Hold on, I don't understand it. What are you trying to say? mit próbálsz mondani nekem, ugye? Ebben benne van az, hogy neked ez úgy jött le, hogy ő próbálkozik, te meg nézel, mint borjó az új kapura, tehát kicsit, kicsit olyan kedves, kicsit vicces, főleg, ha ezt kedvesen mondod, és nem arrogánsan. So, nyilván az, hogy a hanghordozásban hogy mondod, az is sokat számít. Vagy I'm stuck, ugye ez azt jelenti, elakadtam, I'm stuck, What do you mean by this? Ugye itt van ez hasonló, mint amit Ibolya írt az előbb. Mit értesz ez alatt? És ez is egy annyira egyszerű, annyira gyakori és annyira csodálatosan működő mondat, amivel a másikat megkéred, hogy magyarázza el, fejtse ki, segítsen neked. Van egy kutatás arról, képzétek el, hogyha az embereknek azt mondod, hogy kérek egy kis segítséget, ez amúgy beszélgetést tök jól lehet kezdeményezni, akkor tízből tíz segíteni fog. Azért, mert a varászút kimondta, hogy kérlek, segíts, és te látod benne, hogy ő tud neked. Tehát ez nagyon érdekes, hogy az ilyen jellegű mondat, hogy help me please, az, az nagyon beüt a, azoknál, a, tehát a legtöbb embernél, mert, mert hogy úgy vagyunk beállítva, hogyha szívességet kérünk valakitől, akkor a, az embereknek a többség az reagál arra, vagy valamit legalább mond. Úgyhogy ezzel nagyon jól lehet tovább menni a, a szitukban. Aztán itt van ez a, ez a másik mondat, én ezt is nagyon szeretem, szerintem ez egy haladó verzió, de, de érdemes velem dolgozni, próbálkozni sokár. Amikor azt mondod, hogy If I understood it well, you're saying that, és megpróbáld a saját szavaiddal elmondani, amit te megértettél abból, amit neked mondtak. Ha jól értettem, azt mondod, hogy ugye yeah, if I understood it well, You're saying that. És akkor mondod tovább, hogy nem tudom, micsodát értettél meg abból, ez, ez szuper, ez egy olyan jó gyakorlat úgy, amit két nyelvtanul egymás között is csinálhat. Ez egyik tart egy, nem tudom, egy, hát nem egy prezentáció, de mondjuk beszél egy egy percig, és a másiknak ezzel a frázissal össze kell foglalni, hogy mit is mondott a másik, mert abból a másik lesz a partner, és az élő helyzetben is tök jól működik, vissza fog jelezni, hogy igen, ezt mondtam. És a másik pedig a saját szavaiddal in your own words, tudja elmondani. Szerintem ez egy iszonyat jó gyakorlat is beszédfejlesztésre, de az élő beszédben is jól működik. Ez kell egy pici bátorság, jó, hogy te merd vissza mondani azt, hogy te hogy értetted. Én ezt használtam sokat olyan esetekben, mikor, mikor tolmácsoltam, és nem voltam százszerzalékra biztos, hogy jól értettem, akkor, akkor ezzel gyorsan visszakérdeztem, hogy, hogy, tényleg jól értettem el az én saját szavaimmal. És akkor kaptam egy visszajelzést, hogy igen, vagy nem. Ha igen, megerősített, szuper, megtörtént a kommunikáció, ha nem, akkor pedig egyértelműen kisegített, és ő elmagyarázta újra más szavakkal, tehát ez is az elmagyaráztatásnak egy esete. Judy, te ugye ezt használod? One more time, please. What do you mean? Szuper, super. super. Uh, jó, és akkor írjátok, hogy igen, itt tanuló partnerek is vannak, hogy akkor ezt majd gyakoroljátok együtt. Örülök. Örülök. És akkor most jön a hardcore verziót. Azért mondom hardcore verzió, mert ezek már egy picit uh, idiomatikus. Uh, örülök, hogy tetszik, Kinga. Ez is jó, igen. Tamás, if I'm correct, ha helyes vagyok, if I understand helyet. Yeah, lehet ezt is használni, if I'm correct. Um, If I'm right, az még inkább jobb amúgy ebbe a szitúba, hogy ha, ha igazam van. If I'm right. Um, nagyon jól használható amúgy a helyett az is, hogy as far as I understood. Gyönyörű. Ugye ja, amennyire én megértettem. Um, if I'm correct, ez így rendben van. If I'm right, az, az szintén. Na. Jó, és akkor közben még írjátok meg, hogy mi az, ami, ami esetleg eddig még pluszba tetszett. Ezek már egy picit nehezebbek, de idiomatikusabbak, de tök jól működő, működnek ők is. Például, it makes no sense to me, ami azt jelenti, hogy ennek számomra nincs értelme, tehát nem, nem, nem tudom értelmezni, amit mondasz. It makes no sense. Um, can you explain what you mean? Ugye, el tudnád mondani, mire gondolsz. Ugye, itt nem a think-et használjuk ilyenkor, hanem a mint, tehát, hogy mit értesz ez alatt. Na most nagyon sokszor mondják azt élő helyzetben, nem tudom, az emberek, akik beszélik az angolt, hogy it doesn't make sense, ugye, ami azt jelenti, hogy ennek nincs értelme, akár olyan gyakorlatokra, tevékenységekre, aminek nem látják értelmét, akár olyankor is, amikor valaki mond valamit, és nem tudja értelmezni, hogy neki mondjuk te mondasz valamit, és nem jön át, hogy mit mond, mert mondjuk lehet, hogy full hanglish, tehát tele van olyan tükörfordításokkal, és olyankor mondjuk, it, make, it makes no sense. Na most erre nagyon jó, amikor azt mondod, hogy nekem ez nem értelmezhető, it makes no sense to me. Lehet, hogy ő amúgy jól mondta, csak te nem tudod ennek az értelmét látni, jó? Tehát ez idiomatikus. Szintén idiomatikus ez a, ez a it's completely beyond me ami szerintem gyönyörű, uh, ez teljesen meghalad engem, ugye? Ez túl van rajtam szó szerint. What are you trying to say? Ezt már hallottátok. De ez az it's completely beyond me. Jó, tehát ezt is, uh, ezt is lehet használni. Jó, használ hallottam, de még nem használtam a try-ost, írja Kinga. Zsuzsi, it's completely beyond me a kedvenc eddig. Super, na hát ennyi volt, nincs több. Úgyhogy akkor azt gondolom, hogy ebből azért tudtok válogatni. Na de most jön a lényeg, a legfontosabb. Azzal, hogy meghallgattad, akár élőben, akár utólag ezt a videót, azzal még nem végezted el a munkának a fő részét, azzal végzed el a munkának a fő részét, hogyha kigyűjtöd ezekből azokat, amelyeket, és nem kell az összeset, amelyek neked megtetszettek, megszólítottak, és akkor most jön a lényeg, próbáljátok feszegetni a határaitokat, tehát ami már megy, és így jön automatikusan, it's your second nature, ahogy mondaná az angol, az a már nincs dolgod, az már megy, azt nem kell gyakorold. Azt gyakorold, ami még nem megy, hogy második természeteddé váljon. Na most, hogyha unod kigyűjteni, a videónál, a jegyzetelés által a kifejezéseket, akkor, akkor hétfőnként küldjük a hírleveleket, benne mindig aktuálisan a, a friss live-oknak az útmutatóit. Tehát ezt is meg fogjátok kapni. Természetesen, ha fel vagy iratkozva, akkor meg fogod kapni, ha pedig még nem, akkor tedd meg az angolrahangolva.com fő oldalán, és egy, egy, letölthető útmutató formájában megkapod ezeket a panel mondatokat. jó? Különben nem csak ezért érdemes feliratkozni, hanem, hanem igyekszünk még más hasznosságokat küldeni, plusz híreket is, egyebek, mindig vannak aktualitások. Úgyhogy létszi, használjátok, én dolgoztam vele, most ti jöztök, ti dolgozzatok meg velem, még van itt egy kérdés. If I'm not mistaken, uh, Aha, igen, lehet használni, hogyha nem hibázok, viszont folytast, hogy hogy folytatnád Tamás. If I'm not mistaken, bla bla bla, milyen utána. Hagyd lám, írd azt még majd meg, jó? Na hát nagyon örülök, hogy ilyen aktívan itt voltatok ma is, és remélem, hogy volt olyan, amire rácsodálkoztatok, amit, amit, ami újdonság volt ma de ne hagyd, hogy, hogy a rövid távú memóriádból kiszálljon ez azáltal, hogy holnap már lehet el is felejtett, használd. A gyakorlatba ültetés az, ami a hosszú távba ülteti a dolgokat, tehát csak akkor fog ez az egész hosszú távon megmaradni, és ne féljetek nem érteni, jó? Tehát ne féljetek attól, hogy mi van, ha nem értem meg a másikat, mert ez természetes része a tanulási fázisunknak, és az a lényeg, hogy legyél felkészülve, és ezért kellenek ehhez a panel mondatok. Na hát nagyon örülök, hogy itt voltatok. Jövő héten folytatjuk, szintén gyakori élethelyzet. Panel mondatokat hozok ahhoz a témához, small talk, most nem megyek bele, mi ez a small talk, izgi lesz van, aki már tudja, közületek van, aki nem. Lesz, lesz szó arról is, hogy mi ez a szmulcok, és, és hogy hogyan lehet akkor itt ugyanígy hasonló mondatokkal kooperálni, működni. Na vigyázzatok magatokra, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!